Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Sokatokkal még nem találkoztam, hogy bemutatkozni, Sklenár Tamás vagyok, én vezetem január óta Metorban a kettős csillag robotot. És úgy gondoltam, hogy az idei táborban ilyen kis könnyed hangvételű ismertetőt hozok nektek a kettős csillagok kutatásával kapcsolatban. Nem szeretnék szakcsillagász dolgokba belefolyni, nem lesz szó spektroszkópjáról, semmiféle olyan dologra, amit a szakcsillagászok művelnek. Inkább egy ilyen ismertető jellegű előadás lesz, amivel kapcsán meg tudjátok azt ismerni, hogy a régmúlt csillagászai hogyan kutatták az eget. Úgyhogy szerintem vágjunk is bele. Kezdünk egy csillagtérképpel, és a magyar régi mondavilággal. Még az előadás előtt a Barta Lajos bácsit elcsíptem, hogy én jól tudom el a dolgokat, de mindösszesen egyetlen egy kettős csillagról ír a magyar mondavilág, ez pedig nem más, mint az Ákor-Mizár páros. Az Ákor az benne is van Komját István Mondák könyve című regényében, mint Hüvelyk Picíny, egy hősi alak a Mondák könyvében, nagyon érdemes elolvasni az ő történeteit. De ezen kívül semmilyen látványos optikai kettős csillagról nem tesz feljegyzést a magyar mondavilág például, és nem csak a magyar mondavilág nem, hanem még az egyetemes mondavilág sem. Ami elég érdekes, hiszen hogyha valaki behatóban ismeri az égboltot, azért már is elkezdhetjük sorolni azokat a kettős csillagokat, amik optikailag látszódnak. Kezdve az Ákor-Mizártól, az Epsilon Iré is jó égen felbomlik szabad szemmel, Bikától kezdve nagyon sok csillagképet tudnék mondani, ahol vannak optikai kettősök. És még sincsenek följegyezve. Az első igazi, úgymond kettős csillag felfedezés az a második században Ptolemaiosz által történt. Váltok is egy képet. Ez egy 16. századi metszet amúgy, tehát nem biztos, hogy őt ábrázolja, de hát ennél jobb nincsen második századra visszamenőleg. Ptolemaiosz az Éta Szagitárit látta kettős csillagnak, amúgy optikai kettős könnyen felmondható. Ő Alexandriában dolgozott, és a kor igen elismert tudósa volt, ezért adtak a szavára. Így mindenki elfogadta azt, hogy ez a kettős csillag, ez bizony létezik. És a másik ilyen régi kettős csillag felfedezést Ptolemaioszhoz képest elég későn, a 10. században készítette Al-Sufi, eredeti nevén Abdun al-Rahman al-Sufi, ami kimondani is szörnyű. Róla ez a legjobb fotó. Sajnos, tehát érzitek, hogy a második és a 10. század között azért eltelt pár évszázad. Mégis a következő feljegyzett kettős csillag felfedezés az ő nevéhez fűződik, ő az Ákor-Mizárt írja le. És egészen a 17. századig nincsen feljegyzés. Sánta Gábor barátomtól kaptam a tejútrendszer felfedezéssel kapcsolatban nagyon érdekes könyvet, és ott úgy van ez leírva egysorban, hogy igazából a csillagászat története, főleg a mély ég és a kettős csillag kutatás két oldalon leírható a 17. századig, és ez nem is áll olyan messze a valóságtól, hiszen nagyon kevés anyagunk van. Aztán eljött a 17. század, hogy mindenki tudja a neves dátumokat, 1609-1610, Galileo Galilei elkezdi a tárcsőes felfedezéseit. Jaj, bocsánat, ez egy kép érdekességképpen Al-Sufinak az atlaszából, azért nagyon szépen dolgozott. Tehát elkezdődnek a tárcsőes felfedezések, és hiába kezdődnek ezek el, mégis a kettős csillagok még mindig háttérbe szorulnak. Ugye itt mindenki még csak ismerkedik az égbolttal, próbálja felfedezni, és az első igazából feljegyzett, ez a hivatalos kettős csillag felfedezés 1650-ben Giovanni Battista Riccioli-nak a nevéhez fűződik, aki Al-Sufihoz hasonlóan az Ákor-Mizár kettősét írja le. Ugye itt van az Ákor-Mizár kettőse, most csak azért mutatom, hogy majd érzékeljétek, hogy mennyire szétszórtak voltak a csillagászok ebben az időben. Aztán a következő felfedezés az Huygensnek a nevéhez köthető, ő a trapéziumot írta le kettős élete többes rendszernek, majd Hooke a Gamma Arieszt írta le, ami pedig itt van. Most, hogyha ezt a három felfedezést nézzük meg, nem igazán vannak egyetlen egy égterületen, tehát igazából teljesen szorványos felfedezések vannak, és ez nem csak a kettős csillagoknál volt így, hanem a mély ég felfedezéseknél is. Igazából semmi szisztéma nem volt ezekben a felfedezésekben, így nem meglepő az, hogy amikor 1779-ben Christian Mayer összefoglalta az addigi
felfedezéseket, amit kiegészített a sajátjába, 79 kettős csillagról készített egy katalógust. Hú, ezt nem másoltuk át, mert csak van egy HTML fájla a lemezen, azt meg tudjuk nyitni? Megpróbáljuk. Ezt próbáljuk már meg megnyitni, és akkor Mayernek a kettős csillag katalógus, ez az. Nagy is, ki légy szíves. Ez 80 csillagot, hát 79-80 csillagot tartalmaz, az amatőr csillagászok kézikönyvében Ladányi Tomi 79 csillagot ír, az interneten fölelhető katalógusban 80 darab csillag van. Érdemes amúgy átnézni, azért látszik, hogy még 9-rendű csillagok is vannak benne, tehát az már nem is olyan rossz. Jó, átmehetünk a következő képre szerintem. Amúgy Mayernek a kettős csillag katalógusa az egy évig készült. Tehát még ezt a 82-st is egy évig készítette, és 1781-ben jelent meg. Most ez azért érdekes évszám, mert már ebben az időben munkálkodott minden idők legnagyobb felfedező csillagászaként említett William Herschel, Sir Frederick William Herschel, aki igazából nem is csillagászként kezdte a pályafutását. És amit az előadás elején említettem nektek, hogy nem szeretnék szakcsillagász dolgokba belefolyni, inkább az ő életükkel kapcsolatos nagyon érdekes dolgokat szeretném elmondani, hogy milyen módon észleltek. Herscherről azt kell tudni, hogy ő igazából német származású. Az édesapja az földműves volt, de felhagyott ezzel a pályafutásával, és belekezdett a zenész pályába. Elég sok gyermeket nemzett amúgy, és minden egyes gyermekét szerette volna a zenész pályába bevezetni, így Herschelt is, William Herschelt is. És egészen 35 évig folyt William Herschelnek a zenész pályafutása. Ebben az időben ez úgy történt, hogy csatlakoztak szépen egy katonai alakulathoz, és ezeken randalíroztak, és ugye a katonai alakulatot ők zenéltették, hogy élvezzék. Csak hogy az történt, hogy 1755-ben William annyira azt érzékelt, hogy a katonák egyáltalán nem is érdeklődnek az ő zenéje iránt, hogy az apja tanácsára otthagyta ezt a katonai pályát időzőjelbe, és visszatért Németországba. Majd 1757-ben újra visszatért Angliába egy fivérével közösen, és itt megint zenész pályát kezdett el, zeneszerzőként dolgozott, nagyon sokat foglalkozott ez az egészen, de igazából úgy érezte mindig, hogy ez nem az ő pályája. Rendkívüli módon érdekelték a tudományos dolgok, és az édesapjával nagyon sokat vitatkoztak is erről. Az is mondjuk egy fontos szempont Herschel életében, hogy bizony az édesapja támogatta is. És ez a tudományos érdeklődés ez addig fokozódott, hogy 1773-ban Ferguson Asztronómia című könyvét megvásárolta, és emellett megvolt neki Smith Optika című könyve is. És ekkor már vele élt Angliában az egyik húga, Caroline, aki később nagyon fontos szereplője Herschel életének. Caroline-ról azt kell tudni, hogy 4 évesen himlőben megbetegedett. És igaz, hogy kijött ebből a betegségből, a naplója szerint, viszont a bal szemére már nem látott jól, és az arca is eltorzult. És hát ismeritek ezt a korszakot, hogy igazából itt minden lányt úgymond eladtak, tehát ezzel a torz külsővel neki nem sok esélye volt ilyen szempontból a megszokott életre, és Williamtől mindig támogatást kapott. És amikor az édesapjuk meghalt, akkor William kérésére Caroline az Angliába költözött, és innentől kezdve az ő életútja is teljes mértékben megváltozott, mert mindjárt meg fogjátok tudni, hogy miért. Na most említettem, hogy William az ilyenkor már optikákról olvasott, és annyira lenyűgözték azok a dolgok, amikről olvasott, hogy eldöntött, hogy ő távcsőt fog építeni. És meg is építette az első távcsőjét, nem kellett hozzá egy év, amivel bolygókat, még objektumokat és kettős csillagokat észlelt. Minden egyes észlelés az még egy nagyobb vágyat gerjesztett, amely az egész égboltot megismerje. Caroline-nak nagyon részletes napló bejegyzései vannak, és igazából Herschel életét nagyon jól meg lehet belőle ismerni. Pont Gáborról, amikor idefelé tartottunk, így nevettünk ezen, hogy éppen öntöttek ki egy, azt hiszem, mekkora is, 70 cm-es távcső tükröt, egy házi kohóban,
Csak hogy a kohó alja az megrepett, és a távcső tükör anyaga szépen elkezdett kifolyni belőle, amit észleltek. Hát ugye a kohó az fel is robbant, Williamnek félre kellett ugrania, hogy ne baja történjen. Caroline az viszont nagyon lazán csak annyit írt a naplójába, hogy hát láttuk, hogy folyik, akkor már hagytuk, hogy hagy folyjon. Tehát lényegében benne volt ő a munkában, és amikor Herschel belekezdett ebbe a hatalmas nagy észlelő munkájába, akkor még olyan is történt, hogy egyszerűen kihagyta az étkezéseket. A húga ment oda és etette a saját kezével, még William észlelt. Tehát ők ketten nagyon, nagyon össze voltak fonódva. Sőt, hogyha már most egy kicsit Williamtől félrementünk, Caroline volt az első női csillagász, akit igazából elismertek, hiszen felfedezett egy üstököst, és az még ma is elég nagy szó, hogyha valaki egy üstököst felfedez. Most gondolhatjátok, a 18. század végén ez mekkora szó volt. És ezért ő ezt az addigi úgymond rút kiskacsa életmódját felváltott egy rendkívül karrierista csillagász pályafutásra, és ebben megtalálta saját magát. De most nem is arról van szó, hogy most itt a Herschel családról beszélgessünk, hanem Williamnek a kettős felfedezéséről, mert ugye a kettős előadásról beszélünk. Na most Herschelnek a teleszkópjai amúgy nagyon jó minőségek voltak, mint említettem, fénytükörből készültek. Ezek törékenyebbek voltak amúgy, mint a mai távcsőtükrök, tehát nem kell azt képzelni, hogy annyira masszívak, hogy nyugodtan akár el is dobhatjuk őket, és nem történik velük semmiük. Sokkal törékenyebb volt ez az anyag, mint a mai távcsőtükrök. Kiöntötték, centrifugális erővel dolgoztak rajta, majd polírozták folyamatosan, de nagyon jó minőségű tükröket készített. Emellett, a tükrök mellett mikrométereket is. 1780-as években járunk, az, hogy ez elég nagy szó, és ezzel paralaxis méréseket próbált végezni. Az volt Herschelnek az első nagy vágya, hogy a csillagok távolságát tökéletesen meg tudja mondani. Viszont nem az optikái, hanem az egész segédeszköz állománya olyan minőségű volt, hogy ezek a mérései nem jöttek létre. Viszont emellett ehhez hasonló távcsövekkel folyamatosan figyelte a kettős csillagokat. Addig úgy ismerték a kettős csillagokat, hogy hát ott van egymás mellett két csillag, azért kettősnek látszanak, de biztos, hogy nem tartoznak össze, az egyik közelebb van, a másik távolabb. Tehát a kettős csillagokhoz nem kötöttek fizikai kapcsolatot. Herschel volt az, aki 25 évnyi észlelő munkával, 25 év mérésekkel kimutatta azt, hogy a szorosabb kettős csillagoknak a pályamozgása az leírható. Például ő volt az első, aki a Castor pályamozgását leírta, majd a Porimának elkészítette a pályamozgását, és képes volt arra, hogy ilyen 12 év periódusú kettősöket végig észlelt, és folyamatosan lejegyezte a dolgokat. A képen látható távcső az azért érdekes, ez egy replika, tehát ez nem az ő eredeti távcső, de pontos más annak, amivel az Uránuszt felfedezte. És ugye ezért lett ő az egyik legnagyobb észlelő csillagász, mert ő volt az első és az egyetlen azóta is, aki egymaga felfedezett nagy bolygót. Most itt Herschelnek a legnagyobb munkája látszódik, a 120 cm átmérő és 12 méter hosszú távcső. Hát ez sok embert meg is sebesített az építés során is, meg a kezelés során is, nem sokat használta. Általában 40-50 cm-es távcsövekkel dolgozott, de az az érdekes, hogy itt a távcsövekre nem azt mondták, mint mi, hogy milyen távcsőd van. Hát egy 20-as tükrös. Ők azt mondták, hogy egy 6 méteres távcső, ez nem az átmérője, hanem a fókusz távolsága. Tehát, hogy a 6 méteres távcső volt, akkor az 6 méteres fókusz távolságnak felelt meg. Rajzokat is készített, viszont nem olyan jó minőségűeket, ez például szerintetek mit ábrázol? Így van, ez a tejútrendszernek a Herschel által elképzelt változata, tehát szerint a tejútrendszer az ilyen formájú. Az életében a következő, majd róla mindjárt beszélek, a következő nagy lépés az volt, amikor egyszer észlelt kint az udvaron, mellé ment egy úriember, és megkérdezte, hogy belenézhet-e a távcsőbe. Mivel szerette az égbolt szépségeit megmutatni, azt mondta, hogy igen. De az ember, ez William Watson volt, aki a királyi udvarnak egy fontos tagja volt, és ezért beajánlott a harmadik Györgynél. Tehát nem telt el pár hónap, és Herschel elérte úgymond a pályának a csúcsát, harmadik György királyi udvari csillagásza lett. És ekkor már megszületett egyetlen gyermeke,
John Herschel is, aki követte apjának a, és folytatta apjának a pályafutását, és ő is végzett kettőscsillag és még megfigyeléseket, és nem is rosszul. Mint hogyha az előző rajzra visszatérünk, ez ugye nem egy túl jó minőségű rajz, és ha kerestek is Herschel rajzokat, akkor azért hát úgymond a háromjeles oldás is szebben rajzolt nála, viszont Johnnak nagyon jó volt a kézügyessége. És folytatta apjának a munkáját, először éjszakon, majd volt olyan elvetemült, hogy fogta az egész pereputját, a feleségét és a három gyerekét, és az apjának egy 6 méter fókusztávolságú távcsőjét, és lehajóztak egy év alatt Fokvárosba. És utána 4 évig ott észlelt. Hát most a mai világban ezt elég nehéz elképzelni, hogy hát figyelj, drágám, fogd a gyerekeket, holnap megyünk, és akkor délen fogunk észlelni. Viszont ez nagyon fontos a kettős csillagok világában, ugyanis a 4 év észlelés alatt ő 3000 kettőst fedezett fel. És ezzel bővítette az addigi listát. Tehát, hogyha megnézitek, még mindig ott járunk az 1700-1800-as éveknek a fordulóján, és Mayer az 79 csillagból készített katalógust, amikor már Herschel észlelt, és alig 20 év leforgás alatt több ezerre nőtt az ismert kettősöknek a száma. Úgyhogy John volt az, aki még egy lapáttal rátett, hát öreg korára olyan morcosnak tűnt, nem is volt amúgy nagyon társaságkedő, viszont rendkívül jó észlelő volt. Következő kettős csillag ászok, úgymond, azok a Struve családnak a tagjai voltak. Herschel az is úgymond igazi amatőr csillagász volt rengeteg megfigyeléssel, nem szisztematikusan pászázta végig az égboltot. Aki a képen látszik, az Friedrich Georg Wilhelm von Struve, jó hosszú neve van, az aláírása is biztos szép. Ő egy német származású, de orosz gyökerekkel rendelkező csillagász volt, rendkívül jó szemmel megáldva, és ő folytatta a kettős csillagok megfigyelését. Több mint 800 kettőst amúgy, amit Herschel is felfedezett, a Struve újra mérte. Most el tudjátok azt képzelni, hogy ott voltak Herschelnek a fémből készült távcsőjei, nagyon jó optikai minőséggel, a kiegészítők azok nem voltak olyan jók, viszont hogyha visszamegyünk mondjuk az uránuszos távcsőre, hát ennek a mozgatása, észlelhetősége, hát ehhez azért kellett egy elhivatottság, hogy valaki ezzel pontosan tudjon észlelni. És Struve az például azért is volt egy nagy úttörő a kettős csillagok világában, hiszen amikor elkerült a Dorpati Obszervatóriumban, amit 1820-tól vezetett, ó, ez nem tudom, hogy került ide, úgy kéne lenni egy tápcsőnek, de szerintem ezt rossz helyre raktam, bocsánat, gyorsan, ez az. Akkor még abban az obszervatóriumban igazából nem volt műszer. És az érkezése után azt hiszem egy évvel kaptak egy 24 cm átmérőjű Fraunhofer akromátot. Ez amúgy egy F-18-as lencse. Tehát ez sem rövid. Viszont, hogyha megnézitek, ekvatoriális mechanikája van finom mozgatással, az egész amúgy mahagóni, tehát gyönyörű szépen meg volt csinálva. És ezzel azért lényegesen jobban tudott megfigyelni Struve, mint Herschel az ő sajátjával, és megint csak több ezer kettőssel gyarapította a katalógusát. 1827-ben adta ki a sajátját, ebben volt 3134 pár, ennek a kétharmadát ő fedezte fel. Utána megszületett a fia, Otto Wilhelm von Struve, ezt direkt raktam be ezt az ábrát, mert amúgy nagyon érdekes a Struve családnak a története. Tehát egyenságon az első leszármazottja az Otto. Amúgy az első feleségétől 12, a másodiktól 6 gyereke volt Friedrichnek. Ez mondjuk egy megszokott az akkori korban. Ennek a fele tudós lett, a másik fele politikus, tehát igazából Oroszországot egyéből ellátták. És hogyha megnézitek, ami még érdekes, és most egy kicsit elmegyünk a kortól, Wilhelm ugye az első Struve nagy csillagásztól kezdve 5 generációig vannak csillagászok, 1992-ig. Wilfriednek a 2 gyereke született, ők már nem csillagászok, tehát ez már megszakadt. De egészen 5 generáción keresztül úgymond egymás után dolgoztak, tehát Karl Hermann és Georg Hermann is folytatták az elődöknek a kutatásait, ami elég érdekes. Most itt mutattam egy képet egy obszervatóriumról, ez volt Struve-nak a
kutatási helye, ez a Dorpati Obszervatórium. Ez az új épület, és azt hiszem előtte volt a régi, ez a régi, itt dolgozott ő egy 24 cm-es akromáttal. Manapság ez az egyik tárcsa, ami ott van. Így néz ki ez a rajzkészült Otto Struve-ről, következő nagy kettős felfedezőről. Ő már azért egy 30 incses lencsét használt a kettősök felfedezésére. És ami mondjuk érdekes, hogy ő is egy vadi új obszervatóriumban kezdhette meg a kutatásait. Ez Pókovóban van. És ami nagyon érdekes azzal kapcsolatban, hogy az obszervatórium igazgatója az ő apja volt, tehát igazából a saját apjának dolgozott folyamatosan be. Ez az obszervatórium első brigádja. 30 incses tárcső volt, amivel elkezdtek dolgozni. Ez egy korabeli metszet az obszervatóriumról. Manapság felújítva így néz ki, erre mindjárt vissza fogok térni. És ez a tárcső az, amit ott használtak. Amúgy ez egy 26 incses, és azért nem a 30 incsesről van fénykép, mert képzétek el, hogy a második világháborúban ezt az egész létesítményt lebombázták. Na most ugye, mivel kutatási központ, ezért elképzelhető, hogy ott eszméletlenül sok kutatási anyag volt. Hatalmas nagy felszerelésekkel. És amikor az oroszok megtudták, hogy a németek Pókovót leszeretnék bombázni, fogták, szétszerelték a 30 incses refraktort, ami az abban a korban a Föld legnagyobb teleszkópja volt. A 30 incs az 70 centi fölött van, azt hiszem, így átszámolva. Tehát nem kicsi. És az akkori pókovói kutatói anyagokat, az egész könyvtárat, ami a 15-től a 17. századig az összes észlelést tartalmazta, azt megfogták, tárcsújait átvitték Leningrádba. Utána pár héttel később a németek lebombázták egész Pókovót, és az egész obszervatórium megsemmisült. Ezt utána a háború után egy évvel újraépítették, de ugye már semmi nem lehetett olyan, mint az eredeti. De ezzel megőrizték az emlékét. Ez csak így érdekességképpen. A következő kettős csillag észlelő az Burnham volt, Sherburne Wesley Burnham, aki amatőr csillagász volt. Tehát igazából, hogyha azt nézzük, Herschel is amatőr csillagász volt, csak később lett szakcsillagász. A K. Struve az a labor szakcsillagász, viszont Burnham az nem. És ő egy saját 15 cm-es refraktorra kezdett el észlelni. Most ugye elég nagy az átmérőbeli különbség, eddig dolgoztak 70 centis távcsövekkel, most meg visszamegyünk 15 cm-re, és ez nem is volt hátrány, hiszen Burnham rengeteg kettős fedezett fel, azt hiszem 1300 körül, és annyira jól dolgozott, mint amatőr csillagász, hogy meghívták például a Yerkes Obszervatóriumba is, amit ugye mindenki ismer, hiszen legendás, hogy itt található a Föld legnagyobb akromát, tehát a legnagyobb lencsés teleszkópja, a 102 cm-es Yerkes refraktor. Észlelhetett ezzel is, észlelhetett a Lick 91 cm-esre is, és bizony azért rontotta magába az észleléseket is, bár nem olyan sokat, mint a 15 centisével. Viszont ő megint csak visszatért az elődjeinek a hibájába, hogy nem szisztematikusan észlelt, csak éppen ahogy jól esett neki, pásztázta az eget. Burnhamnek az volt a sajátossága, hogyha tudta például régi katalógusok alapján, hogy ott van egy kettős, akkor annak mondjuk a meghatározott vonzás körében elkezdett másik párok után kutatni. És így talált meg nagyon sokat. És ő létre is hozta a saját katalógusát, a BDS-t, az a Burnham Double Star Catalog, ami elég sok kettős tartalmazott, viszont szorványos észlelések voltak benne. Ezután jött egy észlelő páros, sajnos, tehát ő Robert Aitken, és a társáról William Hussey-ról nem találtam képet, úgyhogy ezt majd valonnan le kéne még vadászni. Ők viszont eldöntötték azt, hogy szisztematikusan az egész égboltot át fogják vizsgálni kettősök után kutatva. Egy 5 éves munkát terveztek, és a Lick Obszervatóriumnak a tárcsőjét használták. Azt hiszem, arról is hoztam képet. Igen, ez a régi obszervatóriumnak az épülete, és ott van a 91 centis nagy akromát. Azért nem lehet semmi egy ilyennel kettősözni. Tarjában is remélhetőleg jövőre lesz egy ilyen. És 5 évig észleltek közösen, felfedeztek 2002-es csillagot, aztán Aitken még folytatta a saját kutatását, és még hozzádobott 2000-et egyedül. És
kiadtak ebből egy katalógust. És bizony egyre gyűltek csak a kettősök, olyan szinten, hogy ugye ők már az Egyesült Államokban észleltek, Európában is azért működtek a szakcsillagászok, ezért a LIC Observatórium kiadta az első nagy kettős csillag katalógust, ez az Index Catalog of Visual Double Stars, ami tartalmazta mind az összes kettős csillag felfedezést, ez 64.247 párról szólt. Tehát elég terjedelmes anyag, és később ebből az anyagból lett a Washington Double Star katalóg, amit ugye mindenki ismer a BDS. Ez az, amit amatőrök számára is kiadtak bizonyos időközönként, de nem a teljeset, csak mindig a legfrissebbet. És itt egy pár érdekes adat, hogy a VDS az először 61-ben tartalmazott olyan 60-70 ezer csillagot, 84-ben 73.610, 96-ban 78.100, 2000-ben 81.786, 2005-ben pedig már 100.784 kettős csillag volt a VDS-ben, aminek viszont van egy hatalmas nagy hibája, ugyanis a VDS katalógusa nem pontos. A pontosság az 1 ívperc minden egyes koordinátának, és hogyha belegondoltok, most itt van 100.000-nél is több kettős csillag, 1 ív másodperces pontosságról beszélünk, tehát hogyha mondjuk két páros, két-három ív másodpercre van, évpercre van egymástól, akkor bizony lehet, hogy ugyanazt a kettős csillagot írták le. Ezért a 100.000 egy néhány kettős csillagnak a nagy része ugyanaz a kettős csillag. Ezért eldöntötték a 90-es évek elején, főleg Nizzában, hogy ezt az egészet újra fogják dolgozni a legelejétől, és nem a VDS-re fognak támaszkodni, hanem az előtte lévő katalógusokra, és éppen ezért pontos koordinátákat szerettek volna. Itt Paul Cato, Müller, Jean-Claude, Torel dolgoztak. Az amatőr csillagászok kézikönyvében benne van az ő katalógusoknak a neve. Én nem tudok franciául, ezért csak CCDM-nek fogom nevezni, amit 94-ben adtak ki először, akkor olyan 50-valány ezer kettős csillagot tartalmazott. De hogyha a LIC Observatórium első katalógusát, az indexet és a VDS-t összegyúrják, akkor ez egy nagyon pontos és nagyon jó atlasz lesz. És körülbelül most itt tartunk, hogy főleg Nizzában dolgoznak. Ez a nizzai nagy obszervatórium. Azt hiszem Európának az egyik legnagyobb távcsője itt található. Igen. A másik például... Igen, tehát... A három tagból a Torel pedig amatőr csillagász. Tehát igazából ez egy nagyon jó összeműködés. Ez Európának azt hiszem a legnagyobb lencsés teleszkópja, emellett a pulkovói 30 incses az, ami még megemlíthető. Tehát most körülbelül itt vagyunk, hogy ezt a katalógus próbálják összegyúrni, de mégis ugye mindenki előszeretettel használja a VDS-t is, használjátok is, csak azért bizonyos fenntartásokkal, én is már szaladtam bele hibába. Sajnos, viszont nagyon részletes. Ennél a képnél fogunk megállni, és azért a hazai észlelésekről is egy pár szót, hogy manapság mi van. Most olyan szakcsillagász észlelésről most egyelőre nem tudok, de például biztos mindenki hallotta például Berkó Ernőnek a nevét, aki amatőr csillagászként azt hiszem 2001 óta észlel kettős csillagokat egy sajátságos módszerrel, tükörreflexes fényképezővel lefényképezve a kettős csillagot, majd a kész fotón pontos műszerekkel kiméri a szükséges adatokat. És Ernő a 2001 óta 832 párost regisztrált be BKO néven, és ezt nem csak azért említem, mert számunkra ez egy nagyon jó dolog, hogy az egyik amatőr társunk az fantasztikus jó észlelő, hanem hogy gondoljatok bele, hogy előtte 300 éven keresztül csillagászok, amatőr csillagászok tömkeleg észlelte végig az égboltot, nem is egyszer. Fölfedeztek több mint 100.000 kettős csillagot, jön Berkó Ernő, és 9 év alatt még hozzáadom majdnem ezret. Tehát még mindig nagyon sok felfedezésre váró kettős csillag van az égen, úgyhogy én azt mondom, hogy észleljünk. Ha valakinek esetleg a témával kapcsolatos megjegyzése, kérdése lenne, azt itt is feltheti, de én azt mondom, hogy mivel úgysem fogunk ma este észlelni, egy pohár mellett megbeszélhetjük. Köszönöm szépen a figyelmet!